Idén Szent Este napjának délelőttjén lobban fel advent szeretet gyertyájának lángja. Krisztus születésére háborúk árnyékában készül a keresztény világ, ahol már a legüldözöttebb vallás lett a kereszténység. Mit üzen a megváltó születése 2023 karácsonyán? Erről is szó lesz a következő beszélgetésben. Gábor kérdezi vendégét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kozma Imre atyával, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnökével, irgalmas rendiszerzetessel beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek, aki figyel az ünnepnek az üzenetére. Mert hogy azért most már közel vagyunk a holnapi naphoz, meg tulajdonképpen meg lehet ám azért érkezni már napokkal korábban is, azt hiszem, vagy már akár szombat reggel is, csak valahogy meg kellene látni a lényeget. Igen, azt gondolom, hogy valóban többről van szó, mint egy emberi ünnepre való készülődés. Azért minden ünnep egy kicsit isteni, mert kiemelkedik az ember a mindennapok világából, mindegy, hogy milyen ünnepről van szó, de ezek a nagy ünnepek, a karácsony, a húsvét, és hát mert van még egy pár ilyen Istenre nagyon erőteljesen rámutató ünnep, ezek azért az embernek az életét meg tudják szólítani, és ez a karácsony különösképpen ezek közé tartozik, hiszen talán nagyon emberi szavakkal azt mondhatnánk, hogy az Isten elkezdi a rendteremtést a karácsonnyal, ez az ünnep erre figyelmeztet bennünket, hiszen az Isten megígérte, hogy azt a világot, amit egy kicsit mi megrontottunk, megzavartunk azzal, hogy szembe mentünk az Isten akaratával, és ez átrendezte az egymással való kapcsolatunkat is. Isten azt mondta, ez így nem jó, ő nem ilyen világot akart, és nem ilyen kapcsolatot Istennel és egymással. Isten a szeretet Istene, és azzal, akivel a találkozásunkban megsejtjük azt, hogy az a másik ember valóban gazdagítani akarja az embert, mert minden találkozásnak ez az értelme. Vagy gazdagodunk a találkozásaink révén, vagy értelmetlenek. És a karácsony pont erre figyelmeztet bennünket. Ugye az ön kifejezésével, ahogy az Úristen megkezdi a rendteremtést azzal, hogy a megváltó megszületik, és mi minden évben megünnepeljük ezt a születésnapot. Ha megfordítjuk ezt a kérdést, akkor azért a mi emberi felfogásunkkal sokfelé nézhetünk, és rendetlenséget látunk. Az emberi kapcsolatokban, a nemzetek egymás közti viszonyában, egyáltalán a Földön sokfelé. Keretezzük át egy kicsit ezt a dolgot, ugye, mert a karácsonynak az is üzenete, hogy nincs az a rendetlenség, ahonnan ne lehetne legalább egy kicsit a rend felé elindulni. Pontosan. Hát ha egy kicsit jobban odafigyelnénk valóban arra, hogy az Isten, amikor azt mondjuk, hogy a szeretet Istene, az azt jelenti, hogy értünk van. Értünk Isten, és valójában a megváltás ünnepe, vagy a megváltás gondolata éppen azt akarja kifejezni, hogy nincs olyan rossz helyzet, ahonnan ne lenne kiút. És az üdvösség története, a megváltásnak a nagy üzenete pontosan ezt jelenti, isteni üzenet a próféta által, az én gondolatom a béke és nem a pusztítás. Igen, akkor, amikor szeretettel fordulunk egymás felé, akkor annak az Istennek a nyomán lépünk egyet, aki valóban azért fordult felénk, hogy rádöbbentsen bennünket arra, hogy nincs értelme az Isten szeretetét félretolni. Egy kicsit itt most Európában ez engem különösen is aggaszt, hogy egy olyan világot építünk magunknak, amelyben az Istennek nincs helye, tehát egy szekuláris világot építünk, már pedig pontosan az Isten rendteremtése, ha már ez a szó előfordult, akkor ez éppen ezt jelenti, hogy Istenre érdemes odafigyelni, hogy hogyan rendeződhetnek az emberi kapcsolataink. Ugye Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél, Uram, minket, és nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. De nagyon érdekes, Ágostonnak a mondását nem folytatjuk tovább,
és bennünket egymás pedig egymásra bízott az Isten, és bizony, ha mi ezt komolyan vesszük, hogy felelősek vagyunk egymás életéért, akkor ez különösképpen ezt hangsúlyozza, hogy a tiszta gondolatokkal forduljunk egymás felé, az egymás életét kell gazdagítanunk, megint visszajön a találkozás, tehát a karácsony ezért fontos, eljön hozzánk az Isten, aki kiüresíti önmagát, aki szolgává alászkodik, aki föláldozza az életét értünk, és ezek a mozzanatok azért fontosak, mert valamiképpen ezeknek jelent kell lenni a mi emberi találkozásainkban, különben elmegyünk egymás mellett, különben semmi közünk egymáshoz, tehát ebből a szempontból is fontos. Azon gondolkodtam, hogy ugye miért nem folytatjuk magunknak ezt az ágostoni gondolatot, mert az a része, amit ön idézett, amit kevesebben idézünk, az már a munka része. Így van. Az már az, ugye a megváltó születése, az, hogy a rendteremtés irányába halad a világ, az csak egy lehetőség, aztán a munkát azt az embereknek nekünk, azért el kell nekünk végezni. Nekünk el kell végezni, ugye éppen advent negyedik vasárnapja lesz holnap, negyedik vasárnap Szűz Mária alakját állítja a középpontba, és ha gondolunk arra a drámai beszélgetésre, ami az Isten követe és Mária között van, és akkor Mária megadja a választ, legyen nekem a te igéd szerint, íme az Úr szolgáló leánya. Ez egy másik oldalról, ha megközelítjük ezt a titkot, hát csak így lehet a jó úton járni, hogy az ember valóban az Isten akaratát elfogadja egy iránynak, és a egymás szolgálatát pedig magunkévá tesszük, erre bizony az embernek föl kell készülni, a magunk akaratát igazítani kellene jobban az Isten akaratához, aki szeret. Hát ennél nagyobb ajándék nincs, mint valakinek ezt az érményt szerezni, hogy szeretlek, jó, hogy vagy. Tehát ez rendkívül fontos, és a másik ugyanennyire fontos, éppen Máriának a példája, aki az Istennek szövetséges ebben a megváltásban, az üdvösség rendjében, ő az emberek közül a legfontosabb szövetséges az Istennek, és ez is arra figyelmeztet bennünket, a magunk dolga az, hogy valamiképpen Isten szövetségeseivé legyünk ebben, és ha el tudjuk fogadni azt, hogy valóban jobban oda kellene figyelni egymás vágyaira, egymás gondjára, bajára, akkor már mindjárt valami jó történik, és ha egymásért tudunk áldozatot hozni, ez meg a legnagyobb az ember életében, és bizony erről van szó. Ezen az úton kellene járnunk, amelyen Mária is járt, aki az Istennek az akaratára, az Istennek a tervére igent mondott, ilyen egyszerű, az igazság megvalósítani nem könnyű, de ez a karácsonynak az igazi üzenete. Lehet, hogy nehezet kérdezek, atya, de próbáljuk meg. Szerintem érdekes lehet, én legalábbis nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a bibliai alakokat ismerjük, ilyenkor felidézzük adventben, karácsony napján, most említette Jézus édesanyját és az összes többi családtagot, a körülötte lévőket. Tudunk-e esetleg olyan kortárs példákat hozni, ahol ugyanúgy tetten érhető a karácsonynak ez az üzenete, amelyet most megbeszéltünk? Ön a szeretetszolgálati működésében biztos vagyok benne, hogy találkozik ilyennel, akár augusztusban, akár márciusban, tehát éven át. Az életnek minden egyes napján, de ha ez a gondolat, nagyon örülök, hogy előkerült, a legfrissebb gondolat, mégpedig
mégpedig egy olyan volumenű gondolat, amire oda kellene figyelni, például Pizzaballa, a jeruzsálemi katolikus pátriárka, akkor, amikor sajnos ez a szörnyűség kitört Izraelben, Gázában, ugye csúcsosodik ki ez a feszültség, akkor a jeruzsálemi pátriárka fölajánlotta az életét. Azt mondta, kész odaadni az életét azért, hogy a tuszoknak a semmi bántódása ne legyen, engedjék el őket, ő életét áldozza, ha erre igen tudnak mondani. Hát például, hát ennél nagyobb választ egy ilyen helyzetben nem egyszerű. Említettem már, hogy ön is aggodalommal figyeli Európa hétköznapjait, vagy beszéltünk Európa jövőjéről, ilyenkor év vége felé egy magasztosabb gondolatok is eszünkbe juthatnak. Hol veszett el, hol veszített el Európa ezt a keresztény önmagát? Hát azt gondolom, hogy ebben mi is hibásak vagyunk, keresztények. És itt igenis, nekünk is önmagunkba kell nézni, mert az értékeinket sokkal nagyobb odaadással kellene képviselni. Pontosan, amik itt előjöttek, a jobban odafigyelni, hogy az Isten mit vár tőlünk, és megfelelni ennek az isteni elvárásnak, jobban odafigyelni arra, hogy egymásra bízott bennünket az Isten, és ez csak nagy lelki erővel teljesíthető, tehát valahol sajnos az, hogy a rossz így elhatalmasodott, mi is hibásak vagyunk, és mi is felelősek vagyunk, és éppen az idei esztendőben a karácsony talán erőteljesebben tud bennünket felszólítani erre, hogyha egy jobb világot akarunk, akkor bizony nagyobb áldozatokat, nagyobb lemondásokat és nagyobb jóra való készséget kell tanúsítanunk ezeken a területeken, amikről beszéltünk, mert különben csak tudjuk az igazságot. Egy Pál apostol is fájdalmasan jelentette ki, látom a jót, helyeslem, és mégis a rosszat teszem. Igen, hát gyarlók meg esendők vagyunk, és pontosan ezek a jó példák, és ezeknek az ünnepeknek az üzenete éppen arra szólít fel bennünket, hogy ezek az nagy igazságok csak a mi bevetésünkkel tudnak megjelenni emberi kapcsolatainkban, és ezáltal a közösségben, az emberi egyéb kapcsolatok világában, már pedig mindannyian erre vágyakozunk, ha itt mindegyikünk a maga részét betenné, akkor szinte egyik pillanatra a másikra változna minden. Én egyre inkább azt érzem az utóbbi időben, magam számára is állandóan ezt erősítem, hogy a jót meg kell tenni. Ez roppant egyszerűnek tűnik, de szembe jön velünk rengeteg tennivaló, mint a szeretett szolgálatban tevékenykedő ember, látom ezt, hogy annyi gond, annyi baj jön szembe velünk egyéni életekben, és igen sokszor elmegyünk ezek mellett. Ha az ember nem tér ki, hanem felvállalja azt a áldozatot, ami jön velünk szemben a másik ember gondjában, bajában is, és nem térek ki, hanem magamra vállalom a megoldás keresését, akkor én is boldog leszek, és a karácsony erre is szólít, hogy amikor ajándékozunk egymásnak, akkor valamiképpen ezt akarjuk kifejezni, hogy jaj, de jó örömet szerezni, csak a mindennapok világában nem karácsonyi napok vannak, hanem sokkal egyszerűbb, de nagy gondok és nagy problémák. Jó lenne, hogyha ez a karácsony ebben egy picit erőteljesebben felszólítana bennünket erre, és akkor ez a karácsony egy új jó kezdetet hozhatna el. Kozma Imre atya, köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus. Mindörökkön, én nagyon örülök, és én is kívánok mindenkinek olyan karácsonyt, hogy bátrabban induljunk el egymás felé, és amit meg tudunk tenni, azt nem ulasszuk el. Köszönöm szépen. Köszönöm.